Köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm Reisz Pál atyát a stúdióban. Harmadik beszélgetésünket kezdjük meg Pál atyával. 1942-ben Gyöngyösön született, egy ősi ferences városban. Édesapja katolikus iskola vezetője volt, ezért a mellőzöttség jutott osztályrészül a családnak, így középiskolába nemigen vették föl testvéreit Pál atyának, így egyházi iskolába jártak idősebb fivérei az esztergomi ferences gimnáziumban, mint egyetlen lehetőségbe, és Pál atya is ott volt gimnazista 1956 és 60 között. Legutóbbi beszélgetésünkben már szóltunk ezekről a gimnáziumi évekről, szóltunk néhány tanárról is. Most az esztergomi rendháznak egyrészt a laikus testvéreire vonatkozó emlékeit szeretném kérni Pál atyának, másrészt, hogy hogyan döntött el és mikor, hogy ferences szerzetes lesz, vagyis ott marad továbbszolgálóként az esztergomi ferences gimnázium és kolostor épületegyettesét választja lakóhelyül és hivatásul. Kedves Pál atya, kezdjük talán néhány laikus testvérrel, mert biztos a hivatás választásban döntő szerepet játszottak ők is, hogy ott voltak a háttérben, mint háttéremberek, habitus nélkül, de ferences szívvel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szívesen beszélek erről, de még egy kicsit visszalépnék. 1948-tól így már bejáratos voltam a ferences templomba. Ugye 50-ig ott is maradtak, sőt egyes testvérek tovább is maradhattak, amíg el nem kényszerültek onnan menni, elhagyni a várost. És akkor nekem a ferencesek leginkább a laikus testvérek voltak. Gondolok itt Szaliszta testvére, aki a sekrestyés volt, Simon testvére, aki ott sok mindennel foglalkozott. Kiderült, hogy ő már 1910-es évek legelején, és legalább 5 provinciális nyűjt el, akik ott laktak Gyöngyösen, ő meg maradt. Ő volt, gyakorlatilag ő volt a főnök, és a provinciálisok jöttek, mentek, úgyhogy így érte a gyöngyösi rendházat az életét, gyönyörű életük lehetett. De én ebből csak, amikor megismerkedtem a ferencesekkel, legtöbben teológiai tanárok voltak, nekem engem nem azok nyűgöztek le, hanem az a kedvesség, amit tapasztaltam a laikus testvéreknél. Lamberttel is találkoztam, Lambert testvérel. Ezeket azért emelkelem ki, mert a későbbiek során meglepetésemre, amikor gimnáziumba mentem, ott voltak ők, megint ott voltak. Nem csalódtam bennük. Akkor megismertem az életüket először kívülről, ugye, és aztán Gyöngyösen is a kisgyerekfejjel, aztán pedig középiskolás koromban is láttam őket, és utána pedig teológusként, majd pedig rendtagként, teljes jogú rendtagként, hát azt kellett mondanom, hogy szentek között nőttem föl. Fantasztikus, de ez egy kihaló félbe halálra ítélt része volt a közösségnek, mert laikus testvér utánpótlásra nem volt lehetőség, tehát azok a laikus testvérek voltak a környezetedben, akik 1950 előtt ezt a hivatást választották, ugye? Így van, pontosan. És mondok egy példát, a Magnus testvér az Gyöngyösen volt, és hát ugye cipészre kellett, ugye ott legalább 40-50 fő volt a kispapokkal együtt a rendháztagjai. Ugye, és akkor volt mindig szabó is a rendházban, meg volt mindig cipész is. És a Magnusnak jutott energiája arra, hogy megrendelésre 3 fivérnek a családunkba, 3 fiúnak barátszandárt készített. Nekem már akkor volt barátszandálom, és mikor beléptem a rendbe, akkor is ő csinálta meg nekem a barátszandálomat. Akkor mindenkinek voltam ilyen. Barátszandál vagy barátsaru? Barátsaru, inkább így mondhat, igen. Uh-huh. És nekem még megvan az, amit ő utoljára készített, azt tartották a rendtagok, hogy a világ legjobb suszterje. És maga. Nem nőtted ki azóta sem, vagy pedig emlékbe elraktad? Emléktem esetleg a koporsóban, majd még beletesszük, hogyha szükség lesz rá, hogy jelképesen ugye a ruha mellett az is ott legyen. Tehát ez a Magnusnak a műve volt, de hát az egy csodálatos ember volt például a Magnus. Emlékszem rá, mentünk kirándulni, és akkor hát az szörnyű idők voltak, 1957-ben osztályfőnökünk nem jöhetett velünk, mert az deportálva volt Esztergomba, tehát nem volt szabad elhagyni a várost. Úgyhogy másik két rendtag volt, az Aurél atya, meg aztán az Oszkár atya vittek bennünket, és egyszer csak megjelent ott a Magnus, és aztán
indulás előtt a busztán, hát mindenkinek egy fagylaltot fizetett. Hát egy forint volt akkor egy fagylalt, és hát az nagyon nagy pénz hát, volt. Komolyan. Nagyon nagy pénz volt, az zseppénz az nem futott a 40 neki, 40 forintra abban az időben. És egyébként Magnusz testvér ma is él Szegeden, Magnusz cseppek formájában ápolják az emlékét. Igen. Van a Sándor cseppek, meg egy ilyen gyomorkeserűk a Igen. szegedi rendházban. Igen, ott forgalmazzák. Tipkeiből készített, úgy emlékszem, a szobájában ilyen illatok voltak, többször is előfordultam ilyen időközökben a szobájában. Szóval a Magnusz azért adta nekünk, mert az osztály között ő takarította az osztályokat, és ő úgy látta, hogy ez volt a legtisztább osztály. A miénk első. És ezért kaptátok a fagylaltot. Ezért kaptuk a fagylaltot. Hát ez egy hihetetlen dolog, hogy ilyesmi előfordulhat, hogy egy takarító nem, hogy tőlünk kap valamit, hanem ő az, aki hát ilyennel jutalmazza a legtisztább osztályt. Persze azért volt egy kicsit epés az osztályfőnökünk, mert az allergiás volt a szemétel, és mindig azt szerette velünk. Hát azt mondja, hogy ezt nem nektek kellett volna kapni, hanem nekem. De hát beigaza volt, de mégiscsak nagy dolog volt. Ki is volt az osztályfőnökötök? Zalán volt, Fizes Zalán. Ő is gyöngyösi volt egyébként. Mit tudsz a laikus testvérek ima életéről, vagy zsolozsmájáról? Ez az 50 mi atyánk, ez valóság? Mert én úgy tudom, hogy voltak laikus testvérek régebben, akik még írni, olvasni is nehezen tudtak, és pláne nem latinul, tehát nem volt számukra kötelező a latin zsolozsmás könyv, hanem az 50 mi atyánkot kellett az imaórákban elvégezni. Ez visszanyúlik Szent Ferenc idejére, tehát ő realista volt ebből a szempontból, hogy a zsolozsmának megfelelő mi atyánk, üdvözlégyek legyenek. Hát azok sokkal többet imádkoztak ennél. Nyilván ez megvolt nekik a kötelező imádságuk, de hát egy Lambert bácsi az ilyen nappal imádkozott, az biztos. A Magnusz az pedig kalapálta a cipőket, javította kinek, és aztán hát az is egy rendkívül imádságos ember volt. Rendkívül. Mikor döntötte el magába Reisz Pál Nizsak keresztneved? Mert Pál Péter, a rendi neved? Péter, igen. Az, hogy, hát a kis valami... Péter mikor döntött el, hogy én ferences leszek? Igen, hát hogy apránként. Azért mégiscsak vissza kell lépnem a minisztránskorra, mert azért a minisztránsok nem csak azt csinálják, amiket lehet látni ott a templomba szépen, vannak egyéb, hát néha csíntevések is. Azt tudom, hogy a templom elején mindig ki volt csúszkálva, amikor egy kis hóesett vagy jég, ott a csúszdapálya volt a templom előtt, de irgalmatlan hosszú, és hát egy csapat volt ott, amelyik ezt pillanatokon belül ki tudta így sikosítani. Aztán az utcákban, a környező utcákban is voltak ilyen megbeszélések, emlékszem egyszer, a nagyok, én kicsi voltam, akkor még nagyon nem mertem megszólalni, akkor elkezdtek azon morfondírozni, kinek legjobb a világ. És megállapították, hogy gyerekek, azok a 12-14 évesek legjobb a ferenceseknek. Azoknak a legjobb az élete. És mindenki az akart lenni ferences. A gyöngyösi kamaszok közül mindenki Igen, ferences akart lenni? Mindenki, hát azoknak a legjobb. Látszott rajtuk az életükön. És ezt megállapították a gyerekek. Hát én erre gondoltam magamban, hogy hát ezek csak mondják, de majd én majd kipróbálom ténylegesen. Hogy így van-e? Így is lett. Körülbelül és így van? Így van. Jó döntés volt? Igen, volt közöttük olyan, aki a Népszabadságot szerkesztette. Egy ilyen gyerek, aki nagyon jó minisztráns volt. A szerkesztőnek se volt akárki, tehát nem egy elvakult bolsevista volt. De a minisztránsok közül került ki ő is. Az apja is nagyon vallásos volt, emlékszem rá. És hát ugye, mikor a barátokat el akarták vinni, tüntetés volt, egy csomó embert feljelentettek, és ő is köztük volt, aki aztán megjárta a Lecsket, az ő apja. De hát ő ad neki egy kicsit más pályafutása lett. Igen, mert 1950-ben Gyöngyösről is elvitték a barátokat. Igen. Hivatás. Tehát akkor megbeszéltétek a gyöngyösi minisztránstársakkal, hogy ferencesnek lenni a legjobb a világon. Igen. Aztán ez különböző szinteken megmaradt az ében. Nem azt mondom, hogy abszolút előírásszerű döntés volt, hanem aztán, hogy természetesnek mutatkozott, hogy egyszer csak belenőttem. Úgyhogy
Aztán mondom, hogy a hivatásomban nem annyira a teológia tanárok. Később aztán igen, az a Karácsony Aladár például nagyon sokat jelentettek én lelki szempontból is. Aztán a gyóntatóim, akikhez jártam iskolával, vagy iskolai időszak alatt, mert nálunk rendszeresen minden héten volt egy ilyen alkalom, gyónási alkalom. Nem kötelező volt a gyónás, hanem gyónási alkalom. Hát aztán ezeket én igénybe vettem természetesen, és ezek nagyon sokat jelentettek. Nem, ilyen, hogy rábeszélés ilyen szempontból soha nem élt. Tehát, hogy most annak kell lenned, vagy valamilyen. Az egy természetes volt, hogy fölkínálkozott ez a lehetőség számomra, aztán úgy belenőttem. Töltöm atya volt, aki mondta, hogy hát mint a birkát, vagy a szamarat bekötik a istálóba, hát őt is a Jóisten bekötötte a Ferences rendbe. Hát egy kicsit azért így voltam én is, úgy elgondolkodtam rajta. Nem voltak ilyen nagy viharok, meg lelki hát harcok, meg belső dullások, hogy most mi legyek, hogy legyek, hát valahogy úgy belenőttem. Persze aztán későbbiek során a hivatásnak a próbái mindig megvoltak. Tehát azok egy-egy döntés. Elé kerül az ember fogadalomtételek előtt, ugye a noviciátus végén, aztán az örök fogadalom előtt, akkor ez természetesen ad egy komoly fölkészülést, és ilyen jellegű hát érlelődést kívánt. 1962-ben fejezett be a noviciátust, és teszel egyszerű vagy első fogadalmat. Párhuzamosan használjuk szinonimaként mind a kettőt, de szavaidat hallgatva, az az egyszerű se egyszerű. Tehát jobb az első fogadalom kifejezés, mint hogy egyszerű fogadalom, mert az se egyszerű meghozni. Az egyszerű fogadalom 3 évre szólt. És az egy olyan súlyos döntés volt. Azért különbözik a két elnevezés, mert most ilyet nem tesznek. Egy évre tesznek mindig fogadalmat, és azt ismételgetik. 9-szer lehet ismételni. Elvileg az egyszerű, hogy ezt az egy éves fogadalmat, és hát ha valaki 5. éve úgy gondolja, hogy most már örök fogadalmat tesz, megteheti, de ez 9 évig elhúzódhat. Nekem az jobban tetszett az egyéb, hogy hát azért megvan az ideje annak, hogy az ember egy elég életre szóló döntést hozzon. Az a tapasztalatom, hogy másoknál tapasztaltam, ha nincs meg, egész életre szóló döntés az ember életébe. Az ember valahogy infantilis marad. Most ez lehet, hogy ez házasságkötésben mutatkozik, meg az egész életre szóló döntés, vagy szerzetesi, vagy papi fogadalmakba, de azért az egész életre szóló döntésre meg kell érlelődni, és nem jó, hogyha az ember ezt halogatja. Igen, mert akkor túlérett lesz, ami nem jó a gyümölcsbe se. Igen. Vagy örökre éretlen marad. Ez a félelem is megvan, igen. Minden esetre 62-ben leteszed az egyszerű fogadalmat, és 65-ben az örök fogadalmat. Teológia, egyetem, illetve a noviciátusról is szólják. Ki volt a novicius mesteretek akkor? Gottfried volt, és a teológus magiszterünk is ő volt. Tehát ő együtt volt a noviciátus hiány miatt. Tehát az a luxus, ami most, ahogy más rendházban van a noviciátus, és máshol a klerikátus, tehát a kispapoknak a nevelése, ez azelőtt ott Esztergomban csak így volt megvalósítható. A régi hagyománya természetesen ez volt, de ott annyira be volt szorítva a rend, hogy ezt csak együtt tudtak megoldani, és a novicius magiszter egyúttal a teológus magiszter volt, és hát korlátozott létszám, maximális létszám 14 fő. Volt idő, amikor nem tudtak fölvenni kis noviciusnak jelentkezőket, emiatt, hogy nem volt hely. Hányan voltatok noviciátusban? Mi 3 voltunk. 3. Az osztályból, illetve az évfolyamból hányan lettek? Egy osztálytársak voltunk, mind a 3. Sőt, egyik rendtaggal mellett ültem sok éven keresztül. Milyen volt ez a noviciátusi időszak
Szeretted? Nagyon sok minden jó volt. Aztán hát azért mégiscsak meg kellett szokni egy más életvitelt. Tehát én azt gondoltam, hogy először átmegyek az egyik folyosóról, ahol a diákok vannak, a másik folyosóról, ahol a kispapok vannak. Azért nem egészen így volt, mint ahogy én elképzeltem. Hát a futball az, hogyha a fél életemet kitöltötte akkor. Aztán a kispapok között is volt, ahol nagyon jó futballisták voltak, nagyon jó focisták voltak. 14-en voltunk, de aztán ott mindenki a pályára készült. Tehát növendékek voltatok 14-en a noviciátusra együtt. Igen, és akkor együtt voltunk kirándulni, ez a rendszeres, és nagyon, nagyon következetes volt, hogy hetente legalább kétszer kirándulni kellett, kisebb vagy nagyobb kirándulások voltak ezek. És akkor hát ez volt lehetőség a futballozásra. Ott is hát egy kicsit átmentettem a gyerekkori dolgokból ide ezáltal. Aztán kerékpárunk is volt, aztán kerékpárral a környező falvakba, illetve hát hegyekbe kimentünk. Minél kevésbé volt így él az embernek, hogy most annyi mindent tudtuk volna otthon csinálni, tanulni, olvasni, stb. Minél jobban óckodtunk a kiránduláson, annál jobb volt, annál inkább rászorultunk. Hát gondolom, és hát ez egy jó kis csapat lehet, hogy a 10 páran vattatok együtt. A teológia akkor még nem Pasaréten volt a te időben, igen, hanem Esztergomban? Egész végig ott volt, ugye. Ti voltatok az utolsók, mert a következők már valószínű... Igen, egy év múlva jött, 67-ig voltam én Esztergomban, akkor kerültem egyetemre, és akkor ez egy idő alatt még minden, 68-ban jöttek át, úgy emlékszem, Pasarétre a teológusok. Aztán a noviciusok is persze. Igen. De, tehát visszatérve hogy a kérdésre, hát azt kell mondani, hogy nagyon sok szép élményem volt. Tehát a teológia az egy házi teológia volt. Akik rendtagok ott laktak, azok voltak a teológiai tanáraink. Érdekesség kedvéért, amikor vizsgáztunk, akkor a provinciális mindig ott volt. Mindig lejött és Budapestről, és meghallgatta. Hát egy kicsit úgy komolyá is tette ez az ő jelenléte, komolyabbá tette a készülődést. Mindig szombati napokon voltak a vizsgák. Tehát a preparációs idő az vasárnaptól tartott, ugye. Kirándulni is elmentünk persze, egy nap közben, de szombatra már fel kellett készíteni a következő két tantárgy, általában két tantárgyból vizsgáztunk. Második vatikáni zsinat ezekben az években, amikor ti növendékek vagytok, zajlik Rómában. Mennyire vettétek észre, hogy ez történik, illetve hogyan ment át a latin liturgiából az anyanyelvi liturgia végzésébe a rend élete? A teológián ez nem volt érezhető, tehát amikor mi a Szentmisét megtanultuk, vagy én megtanultam, akkor csak a latint és csak a tridenti litus szerinti Szentmisét, más nem is. Éveken keresztül csak azt miséztem. Tehát az még nagyon sokáig tartott a 70-es évek elején, mikor már, hát így is lehet mondani, hogy kötelező volt a magyar. És akkor a latin az volt a természetes nyelv a liturgiába is, és hát ha felolvastuk az evangéliumot az előtt is magyarul, meg a prédikáció az természetesen magyarul ment. Úgyhogy ez a része, hát nem mondom, hogy az zökkenőmentes volt, mert senki sem tudta pontosan, hogy mellé kell lépni, és hát a jellemző módon a misekönyvek is ideiglenesek voltak, amiket aztán elég hamar átdolgoztak, és maradt a végleges, idézőjelben mondom, a végleges magyar forma, mert most ott az is rászorul már a reformokra, már úgy értem, hogy a stilisztikai vagy egyéb szempontból. Hát hogyne, persze. Most ott volt a ti ferences közösségetek lakója Kákonyi Asztrik, aki a magyar szakrális művészetnek zsinat szellemben való megújításában azt hiszem oroszlán része volt. Mennyire érzékeltétek azokat az alkotási folyamatokat, dilemmákat, amik végbe mehettek egy ilyen nagy művész fejében? Igen. A gimnáziumban mi csak a tabló készítéssel kapcsolatba kerültünk. Volt olyanok a rendtagok között is, meg a diákok között is, akik érdeklődtek a festészet, rajz iránt. Volt egy másik művész tanárunk is, a Forró Kamil atya. Ő is templomokat
festegetett abban az időben, nyári szünetben ráért, úgy látszik, akkor elment festeni. Az asszik pedig hát liturgikus tele, hihetetlen jó érzéke volt a liturgikus teleknek a megalkotásához. Vagy pedig, hogyha valami, hová bement egy térbe, ami nem volt rendben, az asszikot egyszerűen irritálta. És hogyha rábízták, akkor olyan csodálatosan át tudta rendezni, tehát nem csak festészeti szempontból, hanem egyáltalán a tárgyak elhelyezése, vagyis így is mondhatnám, építészeti szempontból. Ő építésznek készült annak idején, tehát a Műszaki Egyetemnek volt a hallgatója, és úgy jött el Ferencesnek, és hát a egyik bátyja is ott volt tanár, ilyen művészettanár, a nővére az apáca volt, és hát Amerikába alkotott nagyokat, az festő. Ő azt a angol kisasszony rendnek volt nem, a tagja? Nem. A Kalocsai iskola nővére. Igen, és Konstantina. Konstantina nővére, igen. Igen. És aztán ő pedig hát a festészetben, ugye elég hamar az absztrakt művészetnek egy nagyon igazi művelője volt, tehát az értelmét is látta, annak ellenére, hogy azt absztraktnak mondjuk, tehát gyönyörű dolgai voltak, és hát kispopkorunkban mi tényleg lázas igyekezettel próbáltuk őt követni, és gyönyörű élményeink voltak vele kapcsolatban. Tehát az, hogy mikor bemutatta nekünk a szobáján belül a 14 stációt, amelyet felállította a Szentlélek kápolnába. Hát az egy megrázó élmény volt. A Szentlélek kápolnának készültek ezek a stációk, annak készült, igen. Uh-huh. És azt a templomot ő festette ki az egészet. És egy képet a kamilatja, egy képet a Szent Józsefet átengedte neki, de egy kicsit azért azt is a saját ízése szerint egy kicsit átigazította, mert azért, hogy összhangba kerüljön a többivel. Igen. És ez a forró Kamil, a másik művész, igen. Ferences, ő az, aki a gimnázium lépcsőfordulójában a folyosón azt a hatalmas Nándorfehérvári ütközetre emlékező falfestményt készítette? Azt ő készítette. Én nagyon emlékszem arra. Tehát 1956, ugye forradalom ideje, akkor a Kamil atya még egy kicsit nevettünk rajta, mert ilyen hatalmas civil ruhába járt, és egy hatalmas nyakkendő csomója volt, ami nem volt divatos a fiataloknál, hanem olyan kis picurkát szerettek használni. Ő neki meg olyan volt, hogy olyan, nem tudom, 6-7 centis, uh-huh. És hát ő civilbe járt. És csak később tudta megengedni magának azt a luxust, hogy fölvegye a reverendát, mert nem volt kerettag. Tehát ő mint civil ember volt a tanári testületnek a tagja. Tehát mint a laikus testvérek hasonlóan, ugyanúgy, csak ő tanár volt. Munka, igen, viszonyban voltak az iskolával. Kiváló zenész volt, gordonkás volt egyébként, és a festészetben is. Hát, komoly végzettséggel rendelkezett, tehát tudományos végzettség, vagy képzőművészeti tudással rendelkezett. Rajztanár is volt ő, ennek következtében. Tehát ő csak később tudott bejönni, így mondtam, gyári munkás volt, vasmunkás volt. Azt nem tudom, hol éveken keresztül, és utána, amikor szükség volt rá, akkor behívták. Úgyhogy a Kamil atya is ott volt a házba, őnek is voltak aztán szép dolgai, nagyon szép dekorációkat tudtak mind a ketten, az asztik is, meg a kamin is készíteni. Úgyhogy azok ugye a folyosókat úgy apránként ezek ellepték, mindig ha volt valami készen, akkor az ma is ott vannak. Hát még ez az igazi szépen. Művészeti nevelés, igen. Hogyha igen. Ilyen szép környezetben nőnek fel a diákok, igen. Is. És 56-ban még nem volt készen ez a kép. Tehát 56 volt az évfordulója, igen. Az 500 éves évfordulója, és nyáron festette meg ezt a Kamilt. Amikor a következő évben, szeptemberben bejöttünk, akkor csak bámultunk, ott van ez a gyönyörű kép. Nándorfehérvárról. De Nándorfehérvárról az esemény kapcsán, az évfordulóban 56 októberében, még a forradalom előtt nekünk előadások voltak. Jelmos atya többéről elmagyarázta, hogy volt az ütközet, például egy nagy beszédnek a keretén belül egy jó előadást tartott. Úgy emlékszem erre is például. Jelmos atya volt a történelem tanár, később igazgató, csodálatos egyéniség volt. Úgy tudom, Hunyadi János Ferences harmadrendi volt egyébként, tehát volt Ferences kötődése is. Igen, igen. És hát Kapisztrán Szent János természetesen a nagy Ferences. Befejezésül az egyetem, tehát hogyha te a teológiát végzed meg a társaid Esztergomban, akkor
a teológiai elvégzése után következett az egyetem, vagy hogy? Pontosan. Csak az volt a helyzet, hogy én 7 évig nem csináltam semmit azon a területen, amire felvételizned kellett volna. Így van. Valamit hallottam, amikor 50 vagy 67-nek a kora tavaszán, vagyis inkább márciusban, a szentelés után elkezdtem. Logaritmus, tehát hallottam volna már ezt a szót. Logaritmus, micsoda az, igen. Igen, mi volt az a logaritmus? Fogalmam nem volt. Tehát 60-ban érettségiztél, és mikor felvételiztél? Teljes, 67. 67-ben. Fogalmam nem volt erre, hogy mi? Úgy elfelejtettem, hogy én utána aztán rádöbbentem, hogy ezeket a dolgokat tényleg, mintha tanultam volna, de ez nekem teljesen kiesett. Minden esetre a felvételiddel, illetve az ebben az évben esedékes, 67-ben esedékes papszenteléseddel folytatjuk a következő beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és akkor legközelebb itt kezdjük. Jó, egy kicsit hosszadalmasabb lett volna, igen. Köszönöm, és köszönöm a nézők figyelmét. Reisz Pál atya volt a beszélgetőtársunk, a viszontlátásra. Dicsértessék, Jézus!